Az éven is várja a Zugló TV stábja 10 év feletti diákokat nyári táboraiba. Hogy miről szól egy ilyen tábor? A következő bejátszásból ki fog derülni. Kell egy jó lecsóhoz? Hogyan lehet bográcsban főzni? Hogy készül az almás rétes a muffin? Többek között ezeket is megtanulhatták a Zugló TV nyári táborában résztvevő fiatalok. Ugyanis minden délelőtt a stúdió tankonyhájában a főzés, a sütés fortéjait sajátították el. És mindezt nem csak elméletben, lejegyezve a recepteket, hanem a gyakorlatban. Saját maguk készítették el minden nap az ebédet. Ebbe természetesen beletartozott minden konyhai tennivaló. A krumpli, a hagyma pucolástól, a főzésen, a sütésen át, egészen a gusztusos tálalásig, az asztal megterítéséig. Sőt, az ízletes ebéd elfogyasztása után a mosogatás, a konyha rendben lakása is. Igazi csapatmunka volt minden egyes étek elkészítése. De nem csak a gasztronómiai ismereteik bővülhettek a táborban. A Zugló TV munkatársai a televíziózás egy-két kulisszatitkába is bevatták a fiatalokat. Ahogy a tábor nevében is benne volt, kamera előtt és kamera mögött is kipróbálhatták magukat, kicsit bepillantva a szerkesztő, a műsorvezető, az operatőr, a világosító, a hangmérnök vagy a vágó munkájába. És ki tudja, lehet, hogy leendő kollégáink szány próbálgatásainak voltunk tanulni. Persze a tanulás játékos formában folyt, és jutott idő más szórakozásra is. A sportok közül például a petanknak és a sárkányvadász IASZ klub által szervezett IASZ-atoknak volt a legnagyobb sikere. Az utóbbi esetében a célba lövő versenyen kívül ők maguk készítették a céltábláikat is. Persze a klub nevéhez igazodva főleg sárkányokat festettek, és valóban sárkányra vadásztak. A Zugló TV nyári diáktáboraiba már lehet jelentkezni. Bővebb információ a 0630 966 1714-es telefonszámon, vagy a zugló.tv/cello.hu e-mail címen kérhető.